Két évvel ezelőtt agyvérzést kapott, de ismét Jézust alakítja Andrew Lloyd Webber legendás műzikájében. Tóth Attila először azt hitte, csak elfáradt, de komolyabb volt a baj, stroke-kal szállították kórházba. Hosszú szünet után összelelt újra színpadra a Jézus Krisztus szupersztárban. Több mint két év kihagyás után állt újra a Madách Színház színpadára Tóth Attila énekes, aki 2019. novemberében kapott stroke-ot egy koncert után. A ma 50 éves énekes először nem is gondolt arra, hogy stroke-ja van. Azt hitte, csak fáradt és majd kipiheni magát. Aztán az egyik pillanatról a másikra zsibbadni kezdtek a végtagjai, és meg sem tudott mozdulni. Tóth Attila a színház mellett a Pokolgép nevű heavy metal zenekar frontembere is. Azokat a koncerteket is hosszú időre le kellett mondania. Velük már a nyáron fellépett, de a színházi visszatérésre egészen mostanáig várni kellett. Azt veszem észre, hogy ez is segít, hogy újra a színpadon lehetek, újra láthatom ezeket a fényeket, újra... Tehát az, hogy színpadon vagyok, az olyan, nem tudom, nekem ez olyan, mint a templomban lennék, tehát ilyen meghitt, ilyen csöndes, ilyen... Én hiszek benne, hogy a stroke-hoz meg ez is hozzájárul, hogy az embernek ilyen le kell nyugodnia. Azt mondja, sokat változott. A szívem egyik része a pokolgép, másik meg a színház. Itt a színházban teljesen lenyugszom. Amúgy is, amit a stroke-om volt, azóta ilyen sokkal nyugodtabb vagyok. Tehát én régebben mindenre fölkaptam a vizet, tehát ilyen autóvezetésre térünk ki, mondjuk akkor is valaki elém vágott, akkor már ideges voltam. A gyógyulásban sokat segített pozitív hozzáállása és kitartása. A TV2-nek korábban még a kórházban nyilatkozott. Mindenképpen meg akarok gyógyulni, visszatehetnék térni a színpadra, és szerintem ezt az akaratosságot, meg ezt a türelmetlenséget ennek fordítom, hogy nem adom föl. Itt van egy nagyon komoly érszűkület. Dr. Orosz Péter, neurointervenciós szakorvos azt mondja, nagyon ritkán van előjele a stroke-nak, ami tulajdonképpen egy érelzáródás az agyban. Hirtelen jön, ütésszerűen, a semmiből csap le. Éppen ezért a köznyelvben szélütésnek vagy gutaütésnek is hívják. Vannak azonban intőjelek. Figyelni arra, hogy valakinek az arc ferdeség kialakul, illetve az egyik oldali keze esetleg elgyengül, vagy a lába is, és mondjuk beszédképtelenné válik. Ha valaki ilyet tapasztal, azonnal mentőt kell hívni, mert minél gyorsabb a beavatkozás, annál nagyobb az esélye a gyógyulásra. Nagyon rosszul voltam, és akkor ott voltam egy hónapig, felfeküdtem, és ültem felállni. Egy hónapig járókerettel jártam, hát ha felálltam, de nagyon nehezen. Nem Attila az egyetlen ismert ember, aki sztrókot kapott és erről nyilatkozott is. Korábban Kulka János színészt, Maros Gábor operaénekes színészt, nemrég pedig Sóbert Norbert fitnessedzőt és Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik lemezlovas sem kímélte a betegség. Saját bevallása alapján Attila most 90%-os gyógyulásnál tart. Néhány percig a legrosszabb dolgok is megfordultak a fejében. Sokáig tolókocsiban volt és gyakorolni sem tudott. Az nagyon rossz volt, amikor rájöttem, hogy nem tudok énekelni, tehát az ilyen, ez borzalmas érzés volt, hogy így. Találkoztam ott emberekkel, és akkor mondták, hogy jaj, maga művész ember, énekeljünk már nekünk valami, mutassa meg, hogy mit tud, meg mit, és akkor így semmi nem jött ki a torkomon, tehát egy hang se. Minél nagyobb ér záródik el, annál súlyosabbak a tünetek. Akár teljes testfélbénulást és beszédképtelenséget is okozhat. Attilának is újra kellett tanulnia járni, beszélni, énekelni. Minden nap logopédushoz és énektanárhoz járt. A felépülés minden esetben az egyéni sajátosságoktól függ, de jó esetben teljes lehet a gyógyulás. Magyarországon körülbelül 15-20 ezer stroke eset van évente, tehát ez egy nagyon gyakori betegség. A rocker azt mondja, az a 10%, ami hiányzik még a gyógyulásából, az az egyensúly problémák, egy kicsi beszédhiba és némi sántikálás. A Jézus Krisztus szupersztár főszerepe pedig mostanra egészen új értelmet nyert számára. Most érzem igazán magamének ezt a darabot, amiről szól, meg egy, nem tudom, a végén, amikor keresztem föl vagyok, akkor sok mindenre szoktam gondolkodni. Idáig mindig a fiamra gondoltam, a
tudod, én annak idején elváltam, és hát az én hibámnak tartom ezt az egészet, saját hibámnak. Most már a sztrókomra gondolok, és arra, hogy fölépültem. Az elején az kicsit rögös volt az út, tehát olyan nehéz volt, és mindig, amikor fönn vagyok a kereszten, akkor mindig arra gondolok, hogy túléltem ezt, hogy sikerült. A stresszt emeli ki, mint lehetséges fő kiváltó okot. Mindennek oka van, tehát így valamiért történt ez az egész. Lehet, hogy a fejemre koppintott a jó Isten, hogy egy kicsit állj le, mert zaklatott életet éltem, ilyen koncert, saját szóló estek, akkor színház. Az orvosok is egyetértenek azzal, hogy a stressz az egyik legfőbb kiváltó oka a stroke-nak, de sok minden másra is figyelni kell. A stroke az egy szív- és érrendszeri betegség. A megelőzése emiatt gyakorlatilag megegyezik a szívinfarktuséval és a perifériás érbetegséggel, tehát minden, ami az érelmeszesedésnek a kialakulását elősegíti, azokat kell célba venni, így a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint és a cukorbetegség, ez a három legfontosabb. Tóth Attila célja, hogy a későbbiekben a saját történetével és tapasztalataival segítsen másokon, akik ugyanebbe a helyzetbe kerülnek. Remélem, hogy eljön az az idő, amikor azt fogom mondani, hogy egy jó, hogy volt ez a stroke. Tehát beszéltem régi sztrókosokkal, régi barátaimmal, akiknek szintén volt sztrókjuk, és mindenki azt mondta, hogy jó, hogy volt a stroke. Tehát valamilyen szinten jó hatással volt rájuk, mert jobb emberek lettek.